Mezőgazdasági vállalkozók és szakemberek töltötték meg csütörtökön kora este a Balkányi Művelődési Házat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete az aktuális pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást a térség gazdáinak. Emellett szóltak arról is, hogy az orosz-ukrán háború miatt az Európai Unió lazított a közös agrárpolitika feltételrendszerén, a termelők így nagyobb figyelmet fordíthatnak arra, hogy biztos legyen az élelmiszer előállítás a Kárpát-medencében. Az ördítésnek a nagyfokú figyelembevételén gondolom, hogy ez sok mindenkit érint, és ebben olyan lazítások jöhetnek, hogy nem kell a 10%-ot pihentetni, illetve a bioba 25%-ot elvinni, hanem olyan rendszer lesz ez átmenetileg tűnik ebbe az évben, amikor a cél a minél nagyobb fokú élelmiszer előállítás, és ennek a lazításnak a menetét, törvényi szabályozását próbáljuk most az érintettekkel megbeszélni, illetve felhívni a figyelmüket arra, ami lehetőségek vannak, hogy mindenki számára a legoptimálisabb helyzetet tudja kihasználni. Magyarország 5 millió hektár termő és 2 millió hektár erdő területtel rendelkezik, így a hazai mezőgazdaság fejlesztésében meghatározó a közös agrárpolitika. Az új szabályrendszer 2021-es bevezetésének 2 éves elhalasztása azonban kedvező a magyar gazdák számára. A mostani időszak, az a 2 év, amiben most éppen topogunk, ez egy átmeneti időszak, a 7 éves időszak első 2 éve átmeneti év lesz. Ez egész egyszerűen azért van, mert Brüsszelben nem sikerült elég gyorsan jogszabályt hozni, ezért kénytelenek voltak átmeneti időszakot hirdetni. Ez azt jelenti, hogy már az új pénzt költjük, de a régi szabályok szerint. Ezt egyébként megjegyzem, ha alkalom Magyarországnak, ez nem baj, nekünk ez kifejezetten tetsző, hisz az újdonságok azok azért nem csak és kizárólag pozitív hozadékkal bírnak, pláne úgy, hogy ebben az átmeneti időszakban már a megemelt társfinanszírozás mellett tudjuk költeni a régi szabályok szerint a forrásokat. Ugye jó reménység szerint az idei év közepére a stratégiai tervet Brüsszelben elfogadják, ebben az esetben jövő év január 1-től indulhat a program megvalósítása. A fórumon elhangzott, az Európai Unió összesen 7600 milliárd forintot biztosít a hazai agrárium számára, a magyar kormány pedig a következő évtől minden eddiginél nagyobb, további 2800 milliárd forinttal segíti az ágazatot. Ennek köszönhetően a mezőgazdaság valamennyi szegmensében megnövekednek a támogatások. Az állattenyésztés, a kertészet, az élelmiszeripar, de nem csak hagyományos beruházás típusú támogatásokban, hanem vidékfejlesztési támogatásokban részesültek az önkormányzatok utak létesítésére, mezőgazdasági külterületi utak, piacok megújítására és létesítésére. Igazán szerteágazó pályázati ciklusban vagyunk per pillanat benne. Az elmúlt másfél év időszakában több mint 1500 milliárd forint fejlesztési forrás állt az agrárium rendelkezésére. 23-tól egy új időszámítás kezdődik. Az agrárium megújulására további 2800 milliárd forintot meghaladó támogatás fog rendelkezésre állni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyik legfontosabb feladat a vízpótlás megoldása, aminek tervezését a Kamara megyei szervezete végzi. Erre is jelentős forrás áll rendelkezésre, mondta el Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Itt a nyírség az szomjazik a vízre, és az a helyzet, hogyha ezt nem fogjuk megvalósítani, akkor rengeteg probléma adódik a mezőgazdaságból, rengeteg problémánk lesz. Úgyhogy én ezért is fontosnak tartom a kamarai választást, kedves gazdák, hogy tovább lépjünk ezen a megkezdett úton. A találkozón elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország agráriumának stratégiai régiója. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 400 ezer tagjából 48 ezeren itt tevékenykednek. A termelők szezonja kedvezően indult, a tavasszal a térségben elvetett növények ugyanis az elmúlt hetekben elegendő csapadékot kaptak.